A születésnapi programsorozat keretében elsőként mini sportmúzeumi kiállítás nyílt az aulában, ahol a különféle ereké, kupák, plakátok és dokumentumok mellett régi sporteszközöket is felvonultattak. A tárlatot Forgó Géza történész ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Köszöntő beszédéből az is kiderült, hogy Makó sporttörténete 105 évnél is régebbre nyúlik vissza. Tudták önök, hogy ma az 1870-es években volt Makón egy kosdajázó egyesület. 90-es években vívók működtek, 1907-ben pedig lezajlott az első kerékpárverseny. 1902-ben pedig egy bizonyos szigál önvédelmi oktatást ajánlott a makói rendőr. A kiállítás megtekintését követően Halász Tamás, Zeltler Ádám és Márton Imre tartott előadást a pódiumteremben. Itt bemutatásra került többek között az a több mint 30 sportág, amely a 105 év alatt megfordult a településen. Kiderült, ez idő alatt nagy átalakuláson ment keresztül a helyi sportélet. Változnak a sportágak, új sportágak keletkeznek. A 80-as évek közepén a harcművészetek, küzdősportok még az extrém kategóriába tartoznak. Ma már az extrém kategória az, hogyha repülőgépből vagy légdeszkával ugranak ki. Tehát azért hatalmas különbségek vannak, és ezt tudomásul kell venni, hogy ezek változnak, tudomásul kell venni, hogy más időket élünk, és hát most ezen kellene próbálkozni, változtatni, hogy a gyerekek, az emberek úgy összességben minél többet mozogjanak, mert a mostani általános és középiskolák nem holnap fogják ezt majd megérezni, hogy ők keveset mozogtak, hanem majd 10-20 év múlva. Az előadások után Pignitzky Krisztina olimpiai és világbajnoki ezüstérmes válogatott kézilabda játékos, és dr. Kecser Tamás, az országos testnevelési és sporthivatal nyugalmazott elnök helyettese ült egy asztalhoz, hogy a sportról, mint makóiak beszélgessenek. Krisztina mindig örömmel tér haza, hiszen büszke arra, hogy innen indult. Véleménye szerint ma sem lehetetlen, hogy tehetséges fiatalok a kisvárosból kitörve nagyobb klubhoz igazoljanak, és egy eredményes sportutat járjanak be. Azok a gyerekek, akik mernek váltani, vagy valóban dolgoznak azért, hogy sikeresek legyenek, akkor azok a gyerekek eljuthatnak. Nagyon sok akadémia működik a mai rendszerben, nagyon komoly támogatás háttér van mögött benne, és úgy gondolom valóban, hogy aki dolgozik érte, ki tud kisvárosból is kerülni egy korosztályos válogatottba, egy NB1-es, NB1-bis felnőtt csapatba. Nagyon sok jó példát látok. Dr. Kecser Tamás hosszú évtizedeken keresztül jelentős szerepet vállalt a helyi és az országos sportélet alakításában, fellendítésében. Elmondása szerint Makón megtanulta, ahhoz, hogy ez a terület fejlődjön, jó szemű, jól képzett, lelkes és elhivatott személyiségek kellenek. Ha ilyen nincs, akkor hiába van a tehetség, az el fog kallódni. Többek között ez az egyik útravalója a következő generáció számára. Nem csak az a lényeg, hogy minél magasabbra jussak el önmagamhoz képest. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nézzenek körül, és akkor meglátják, hogy nem minden világbajnokból lesz jó edző, és nem minden edző volt világbajnok. A születésnapi ünnepség végén természetesen a torta sem maradhatott el, melyet Pignitzky Krisztina makói születési sportoló szegett meg. A programsorozatról készített hosszabb összefoglalónkat Csütörtökön Társalgó című kulturális magazinunkban láthatják.